Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek Dunaharasztin. Eljárást folytatunk ismeretlen tettesek ellen, akik november 27-én napközben a Hév felső kerékpártárolójából két darab kerékpárt tulajdonítottak el. Az egyik kerékpár egy fekete színű Rock Rider típusú, melynek váza szögletes, értéke 86 ezer forint. A másik kerékpár egy férfi 26-os méretű Sprint Jaguar típusú piros-fehér-fekete színű kerékpár, melynek értéke 89 ezer forint. Trükkös módszerrel jutott be két férfi egy egyedül élő idős asszonyhoz november 27-én a kora délutáni órákban egy Erzsébet utcai családi házba. A férfiak az asszony redőnyét dobálták kővel, majd mikor a hölgy kijött az udvarba, vizet kértek tőle, így jutottak be a házába. Szerencsére a szomszéd ezt észlelte, aki azonnal értesítette a hölgy fiát, ő a helyszíre sietett, majd a kertkaput bezárva akadályozta meg, hogy a két férfi a rendőrség kiérkezéséig távozzon. Ennek ellenére a férfiak közül az egyik a kerítésen keresztül az utcára ugorva akarta helyszínt elhagyni, de olyan szerencsétlenül ugrott ki a kerítésen, hogy földet érve a lábát eltörte. A két férfi ellen a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást indított. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki november 27-én az esti órákban egy Tököli utcában található, épülőfélben lévő családi házból eltulajdonította a gázkazánt. A lopással okozott kár 260 ezer forint. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!